A 38. életévüket betöltöttek, és felette lévőeki már másik alkalommal mérték összetudásokat bajnoki mérkőzésen a múlt vasárnap, október 16-án, melynek a Városi Sportcsarnok füves pályája adott otthont. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenykiírásához csatlakozva a Hajdú-Bihar megyei szövetség több állomásos bajnokságot szervezett, melynek célja, hogy a megyében működő futballcsapatok, melyek 38 és azon túli személyebből álló csapatokat versenylehetőséghez juttassa, ezzel is népszerűsítve a labdarúgást. Tulajdonképpen csatlakoztunk a Magyar Labdarúgó Szövetség versenykiírásához, amely arról szól, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a megyei labdarúgó igazgatóságra bízta a 38 plusz évesek labdarúgó bajnokságát. Ez egy megyei bajnokság, amelyhez a megye bármelyik egyesülete csatlakozhat. Ennek a fő célja tulajdonképpen a labdarúgás népszerűsítése lenne, illetve a 38. életévüket betöltött személyek, játékosok játéklehetőséghez, versenylehetőséghez való juttatása a fő célja. Azon kívül természetesen a bajnokság helyezéseinek eldöntése, a bajnok úgymond kijelölések, illetve az érmek kiosztása úgy szintén. Természetes még, hogy ez egyfajta példamutatás is, hiszen a 38. életévüket betöltöttek, ugye már kicsit kifelé jöttek már ebből a sportágból. Vannak olyan játékosok a jelenlegi csapatunkban, akik korábban is a HTS színeiben szerepeltek, és valamilyen ok miatt abban hagyták, nem folytatták. Most őket újra megszólítottuk, és főleg komáromi elnök úr kérésére és az én hozzáállásomnak köszönhetően sikerült egy csapatot úgymond összeverbuválni. Mit is lehet tudni a mai napról? Milyen csapatok érkeztek a mai napra? Ez a mai nap, illetve ezek a mai mérkőzések már a bajnokság második fordulóját jelentik. Ma éppen jelenleg a kék színű csapat, a kék mezben lévő csapat a Hajdú-Bagas csapata, a zöldek pedig a Hajdú-Nánás csapata. Ők versenyeznek, ők játszanak most. Mi 9 órától a HTE csapata 9 órától fog játszani, mindkét csapat ellen, 9 órától és 10 órától. A mérkőzésen a Hajdú-Böszörményi csapat is megmutatta tudását. Molnár Zoltán Imre gyerekkor óta hobbi szinten focizik, azonban a csapathoz való tartozás és a mozgás öröme fontos számára. Gyerekkorom óta futballozok. Igazából mindig csak amatőr szinten játszottam, de nagyon fontos szerepet tölt be az életembe. Elsősorban egészségmegőrzés szempontjából, másodszorban pedig csak egy csapatban játszunk, és ez nyilván nevelő hatása is van, meg a társadalmi beilleszkedésben is nagyon sokat segít. Nagyon sok példát szoktam felhozni a munkahelyben is a futballal kapcsolatban. Milyen megtartó ereje tud lenni a futballnak? Miért is jó ez a csapathoz tartozni továbbá? Hát most nem kimondottan ehhez a csapathoz, hanem egyáltalán egy csapathoz tartozni. Elég fontos dolognak tartom, mivel oda kell figyelni másokra, másoknak a játékára oda kell figyelni, és nyilván már eleve az, hogy valaki kijön egy meccsre, azzal hozzájárul ahhoz, hogy egy csapat egész tudjon lenni. Hát a helyi csapatról annyit, hogy tehát ezt a bajnokságot az MLS írta ki, ehhez csatlakozott a Hajdú-Bihar megyei szövetség, és meghirdették ezt a tornát. Jelenleg 4 csapattal folyik a bajnokság, oda visszavágós, meg őszi-tavaszi rendszerben. A helyi csapat az 38 éven felüliekből áll főként, és hát régi nagypályás futballistákból, illetve a városban szintén régebben megrendezésre kerülő kispályás bajnokságból alakult meg ez a csapat. Egy
nagyon jó csapatnak tudom mondani, ha bár nem vagyunk még összeszokva, de azért ismerjük egymást, nyilván nem vagyunk olyan nagyváros, hogy ismeretlenek lennénk egymás számára. A mostani bajnoki mérkőzésen 4 Hajdú-Bihar megyei település csapata mérte összetudását. Tétó Tibor annak idején általános iskolásként kezdett el megismerkedni a labdarúgás alapjaival, 2011 óta pedig a Hajdú-Nánási futballklub elnökeként is tevékenykedik. Hajdú-Nánásra jöttünk most, mint öreg fiúk csapat, de valójában Szegedről származom, és ott kezdtem még valamikor általános iskolás koromban, ami aztán tanulás miatt az érettségi előtt félbeszakadt, de azóta is az életem része, és hogy Hajdú-Nánásra kerültem, fokozatosan alakult több baráti társaság, majd végül is a futballklub elnöke lettem 2011-ben, akkor még társelnöke, később önállóan, és így gyakorlatilag az életem minden egyes hetében, napjában, órájában valamilyen módon jelen van a futball. Mikor is született meg az a döntés, hogy az életedbe visszatér a futball? Igazán soha nem hagytam ott teljesen. A szervezett játék nyilván, amikor egy új környezetbe kerülünk, akkor új társaság alakul, új barátok, de pont ez az érdekes, hogy a futball segített leginkább beilleszkedni, tehát nagyon gyorsan találtunk egymásra, a csapatok, akik szerettek játszani Hajdú-Nánáson, nagyon nagy hagyománya van a kis pályás labdarúgásnak is, nyilván a nagy pályásnak is, az most kevésbé prosperál, de azon vagyunk, hogy újra jó legyen, úgyhogy soha nem hagytam teljesen ott azt, hogy igazolt játékosként most újra játszhatunk, ez ennek a kezdeményezésnek, az öreg fiúk bajnokságnak köszönhető. Milyen megtartó ereje tud lenni a futballnak? Miért is jó ahhoz a csapathoz tartozni? Én szerintem nagyon, nagyon fontos a gyerekek életében és az egyéni fejlődés szempontjából, és hogy tudnak csapatban gondolkodni, nem csak az egyéni érdekek, hanem a csapat érdekek is szerepet játszanak a döntéshozatalban. Kiszakadnak egy kicsit a számítógép elől, levegőn vannak, közösségi élmény, együtt utaznak. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy szerepe van, és az érdekes az, hogy ez úgy kezdtem, hogy a fiataloknak, de valójában az öreg fiúk magasságában is, tehát ahogy 25-40 évig mondjuk, akár egy megyei osztályban, vagy bármilyen osztályban fontos része lehet az ember életének, nyilván amatőrként, hobbiként. Öreg fiúként is ugyanez a helyzet, hogy egymásért vagyunk, együtt kelünk, viccelődünk, tehát ennek nagyon, nagyon jó, nem csak megtartó ereje, hanem szerintem ilyenkor azért egyfajta boldogsághormon termelődik meg, és ez egy jó, kellemes együttlét. Hogyan is értékeled a mai meccset? Hát ugye egy másodpercet érdemes szállni arra, hogy ez már a második forduló, tehát 4 csapat jött össze a megyében, akik vállalták azt, hogy öreg fiú csapatban, tehát 38 pluszos játékosokkal 7 plusz 1 fővel megpróbálják megmérettetni magukat, és képesek és hajlandóak elutazni, illetve vendégül látni az odautazó csapatokat. És a múlt héten is egy csonka forduló zajlott le akkor Hajdú-Nánáson. Mi ma léptünk először pályára a bajnokságban, szerencsére nyerni tudtunk Hajdú-Bagos öreg fiúk ellen. Szoknunk kell, tehát szokatlan a pályaméret, szokatlan a létszám, a szabályok, tehát ugye ez egy ilyen tényleg ilyen első forduló, első mérkőzés, de hál' Istennek ezt most jól hoztuk, de nem az eredménye fontos. Subik Erőnek van egy idézet, amit én nagyon szeretek. Ő azt szoktam mondani, hogy ha már játszom, én is szeretek nyerni, de nem ezért játszom. És ez pontosan erről szól, hogy nem ezért jövünk, hogy nyerjünk, de ha már nyertünk, annak nyilván örültünk. Kovács József az idejében alakult Hajdú-Bagosi csapatot erősíti. Gyerekkorom óta, tehát 79-ben kezdtem el futballozni. Hát a Hajdú-Nánási, én Hajdú-Nánásról származom, akikkel most pont játszottunk, onnan kerültem el Hajdú-Bagosra. Ott most alakult ebben az évben ez a öreg fiúk csapat. Nagyon régóta vártuk már, mert az ilyen típusú emberek, akik még szeretnek játszani, de már azért kiöregedtek a aktív labdarúgásból, azok legalább megtalálják azt a szórakozást, pihenést és mozgást, amit ad ez az öreg fiú bajnokság. Említette, hogy nem régiben alakult a csapat. Milyen csapat alakult ki? Milyen eddig a hangulat a csapatban? Elég furcsa ez, tehát ebben az évben indította az MLS Hajdú-Bihari igazgatóság ezt a bajnokságot, nehéz volt összeszedni. Én azt hittem, hogy sokkal könnyebb, mint a fiatalokat, de az öregeket is ugyanilyen nehéz összeszedni egy-egy focira. Nehéz volt, megalakultunk, próbáljuk még magunkat, most volt a első mérkőzésünk, amit együtt játszottunk, de reméljük lesz jobb is.
Ugyebár most játszott a mérkőzést, illetve még az egész nap fociról szól, hogyan is értékelte az elmúlt meccset, illetve mit is várnak a mai naptól? Hát a mai naptól lesz még egy mérkőzésünk, most az előző mérkőzésen kikaptunk ugyan, de mint mondom, tehát mi teljesen új csapat vagyunk. Mi most kezdtünk el együtt játszani, tehát össze kell szoknunk, úgy tervezzük, hogy heti egy-két alkalommal majd összejár a társaság. Tudni kell, hogy Hajdúbagos egy kis falu, tehát 1000 egy néhány fő lakosú, úgyhogy nálunk a szomszéd falvakból is lesznek öreg fiúk, akik velünk együtt régi ismerősök, és akkor így reméljük, tovább fog folytatódni majd ez a bajnokság. Reméljük, látja a többi város és falu is, hogy életképes, és akkor megyünk tovább. Valamikor több csapattal, és akkor tényleg egy kimondott bajnokságot lehet majd rendezni.